Május 25-én ismét két kerékre pattan a város, idén is megrendezik a Bringa pikniket. A rendezvény amellett, hogy népszerűsíti a sportot, bemutatja a 2017-ben átadott Nyíregyháza-Tokaj kerékpárutat is, mindezt a biztonságos közlekedés hangsúlyozásával. A több mint 30 kilométeres távon két pihenő piknikpont várja a megfáradt bicajosokat. A célállomás idén a Tokaji főtér, ahol bringes bemutatók és karmapirin koncert várja az érkezőket. A rendezvénynek a célja az embereket megmozgatni, kivinni a természetbe, a tömegsportra nevelni, a gyerekeket már kiskoruktól, hogyha valaki életmódot akar váltani, és már egy picit korosabb erre, nem lehet elég korosnak lenni, erre szeretnénk az embereket figyelmeztetni. Ezért számukra már reggel 8 órakor elkezdődnek a programok Nyíregyházán a Kossuth téren, egy Bringa Ovi keretein belül. Az igazán picurik azok gyakorlatilag egy Bringa Ovin vehetnek részt, játékos formában próbáljuk meg elsajátítatni velük a KRESZ alapvető szabályait, és megpróbáljuk már a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelni őket. Mind a mellett, hogy lesz egy mini KRESZ pálya, azon mellett pedig az óvodapedagógusok pedig játékos KRESZ tesztet, képes KRESZ tesztet fognak velük kitölteni, és el kell mondani azt is, hogy a legügyesebbek természetesen ajándékokat fognak kapni. A rendezvény mellé állt Nyíregyháza önkormányzata is, hiszen egyre nagyobb hangsúlyt kap a kerékpáros közlekedés a városban. Egy nagyévű programot bonyolítunk már évek óta. Ennek eredményeként, ha befejeződik várhatóan július végén a Borbányát is bekapcsoló jelenlegi kerékpárút fejlesztés, akkor 71 kilométeres kerékpárút hálózata lesz Nyíregyházának. A hálózat szó is fontos, mert ugye egymáshoz kapcsolódnak. Ezért is indítottuk tavaly a Bringa Város 7.1 projektet, ugye az 7 város részről jönnek csapatok, de az infrastruktúra mellett nagyon fontos, hogy a nyíregyháziak szeretnek biciklizni, megváltozott a városkép. A kerékpárosok nem csak a településen belül szeretnek tekerni, egyre gyakrabban tűnik fel ez a közlekedési eszköz a turisztikai attrakciók megközelítése során is. Tokaj önmagában is egy vonzó célpont, ezt az átalakulást felismerve azonban nagy fejlesztésbe kezdtek a településen. Ez a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút, ez ki fog bővülni egy olyan körrel, ami azt gondolom, hogy mindenki számára egy fantasztikus élményt fog nyújtani a Bodrogparton, illetve a hegy köré, ha Nyíregyházáról majd elindulunk, akkor be tudjuk kerekezni biztonságosan a Tokaji Kopaszhegyet, és akkor nem csak a tokai borokat lehet majd megkóstolni, hanem a Bodrog keresztúrban lévő borokat, és a Tarcon lévő borokat is, de azt gondolom, hogy ez teszi majd ezt az egész dolgot izgalmassá. A hegy körüli közel 20 kilométer hosszú kerékpárút kiépítése 2020-ban több mint 3 milliárd forintból valósul majd meg.